Sokan megkeresnek azzal a kérdéssel, hogy ha szakaszos bőrtörést végeznek, nem teszik stressz alá a testüket, nem kényszerítik arra a gondolkodásukat, hogy bőrtörniük kell, vagyis koplalni. Én azt szoktam válaszolni, hogy eleve a szakaszos bőrtörés egy életstílus, nem nevezem kényszernek, és nem nevezem egy koplalásnak. Gondoljunk csak bele, hogyha nem fogyasztunk ételt, a szervezetünk kényelmesen fel tudja dolgozni azt az ételt, amit azelőtt fogyasztottunk, és kényelmesen el tudja tárolni, energiává tudja váltani, mindent el tud végezni nyugodtan. Ha többször fogyasztunk ételt, akkor a testünk, meg a mitokondriumunk, a mi kis generátorunk, ha lehet így fogalmazni, állandóan stressz alá van helyezve. Állandóan kell dolgozzon, hogy elégesse a sok ételt, amit fogyasztunk. Egyszerűen el tudom mondani, hogy a szakaszos bőrtöréssel igenis csökkented a stresszfaktort az életedbe. 18 órát nem fogyasztasz ételt, vagy legyen 16 óra, vagy a hölgyeknek 12 óra. Abba az időtájban fogyasztod az ételt, amikor nem bőjtölsz, szeretetünk, a mitokondriumunk nincs arra kényszerítve, hogy állandóan égesse és feldolgozza az ételt, amit fogyasztunk. Ha tanácsomat elfogadjátok, akkor az egészséges élethez fogyasztatok ételt kétszer egy nap, és hagyjatok időt a testünknek, a mitokondriumunknak, a szeretetünknek, hogy nyugodtan földolgozza, nyugodtan elégesse, meglátjátok, több energiátok lesz, sokkal jobban fogjátok érezni magatokat. Sziasztok!